ígérgettek, hogy eddig dolgozzunk ennyi napot, 15-éig, 25-éig, mi mindig csak vártuk, hogy hát jobb lesz, de nem lett jobb semmi. És az ember már a fél, mikor elszakad, akkor nincs tovább. A reformtörvények elfogadása javíthat-e például a Begasengyörgyi Agrozsív dolgozóinak helyzetén? Milyen újításokra számíthatunk a munkaügyi és a nyugdíjbiztosítási jogszabály módosításakor? Meddig lesz még időszerű a menni vagy maradni dilemma? A stúdióban Vég Enikő jogász és Majlák Béla közgazdász, a Topolyai Mezőgazdasági és Vállalkozásfejlesztési Alap igazgató bizottságának elnöke. Jó estét kívánok! Jó fél év alatt két miniszter is belebukott a reformtörvényekbe, nevezetesen a munkaügyi törvény módosításába. A Radulovics miniszter által javasoltakat a parlamenti választások előtt utasította el a hatalmi többség. A minap pedig maga a pénzügyminiszter mondta, hogy túl radikális lépéseket javasol, így inkább lemond tisztségéről. A reformtörvények egyikének számító munkaügyi törvény a héten kerül a parlament elé, egyes hírek szerint már holnap, és csütörtökön várhatólag el is fogadja, illetve szavazásra bocsátja a parlament. Ma esti vendégeimmel ezekről a témákról beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban dr. Vég Enikő jogászt és Majlát Béla közgazdászt, aki Topolyáról érkezik. Enikő, ön a korábbi években több munkaügyi törvény kidolgozásában részt vett. Most ennek a törvény tervezetről mi a véleménye? Valóban annyira negatív dolgokat hozna a munkásoknak? Hát körülbelül erről már szóltam a műsorukban körülbelül egy jó hónappal ezelőtt. Minden új munkaügyi törvény, illetve ilyen jelentős módosítás a foglalkoztatottak jogának beszűkítésével jár, ami nem biztos, hogy előre mozdítja a társadalmi viszonyokat egészükben tekintve. Itt körülbelül arról van szó, hogy állandóan a kormány azt súlykolja belénk, hogy hát ez a törvény nagyobb foglalkoztatást fog eredményezni, ami véleményem szerint nem áll, mert a foglalkoztatás növelését csak is új beruházásokkal tudjuk elérni, nem pedig a jogok karcsúcsításával, a jogok beszűkítésével, vagy egyszerűen az elbocsátási procedúra megkönnyebbítésével. Egy az egybe ez nem javít a jelenlegi foglalkoztatáson, viszont szerintem ad egy ilyen arbitrérius teret a munkaadónak, hogy megítélje, mikor, kit, hogyan fog elbocsátani. Viszont a dolgozónak az eddigi munkakörét érezhetően kisebb fizetésért kell majd ellátnia. A részletekről majd kicsit később. Majlád Béláról mondtam, hogy közgazdász és munkaadó is, egy bizonyos ideje a Moravicai Otthon igazgatói tisztségébe lépett. Tehát ön munkaadóként hogyan tekint erre a törvényre? Hát mi közgazdászok más aspektusból vizsgálunk mindig egy jogszabályt, tehát mi a gyakorlati lecsapódását fogjuk majd kiértékelni. Igazából azt látjuk, hogy nyilván gyökeres változásokat fog a maga a törvénymódosítás lefektetni. Ellenben mi azt gondoljuk, hogy már mint a szakma általában azt gondolja, hogy gyakorlatilag nem a jogszabályi keretek, azok, amik alapvetően, tehát a tőkét ide vonzák, vagy pedig a gazdaságot fellendítik elsősorban, hanem tehát azok a piaci és gazdasági mechanizmusok, amik
egyébként megfelelően vagy megfelelőtlenül működnek. Természetesen a jogszabályi háttér az nagyon-nagyon fontos egyébként. Ugye a tőke, hogyha most arról beszélünk, hogy külföldről várjuk, hogy ide áramoljon, ugye a tőke nem szereti a bizonytalanságot. A tőke nem szereti azt, hogyha nagyon gyakran változik a jogi háttér, a jogi szabályozás, különösen az adótörvények tekintetében, de ugyanígy a munkaügyi törvények tekintetében is, mert egy olyan kiszámíthatatlanságot teremt a piacon, amely alapvetően bármelyik pillanatban előidézheti azt, miután már befektetett, és itt már megtelepedett és termel, amely gyakorlatilag felülértékelésre kényszeríteni őt, és rájönne, hogy innentől kezdve, tehát nem kifizetődő a termelés, illetve tehát ebben a környezetben nem megfelelően tud prosperálni. Én azt gondolom, hogy tehát ezek a jogszabályi módosítások elengedhetetlenek természetesen. Mindegyiknek van pozitív és negatív hozadéka. Meg fogjuk látni a gyakorlatban, hogy ez mit fog jelenteni. Nyilván munkavállalói szempontból valóban a jogok csorbítását látjuk egyik oldalról, másik oldalról viszont az is látszik, hogy tehát munkaadói szempontból tehát viszont van benne ráció, de viszont valóban a gyakorlat fogja megmutatni, hogy ez mennyire egy életképes jogszabály. Igen, később megpróbálunk néhány részletre azért kitérni, most pedig nézzünk meg egy példát a gazdálkodásra. A Begasengyörgyi Agrozsír dolgozói május derekától sztrájkolnak, és azt követelik a vállalat tulajdonosától, a Szerbiagaz közvállalattól, hogy hozza meg a szociális programot, és fizesse ki az elmaradt béreiket. Július elején csak részlegesen teljesítették követeléseiket, kaptak másfél bért, és az év végéig hitelesítették egészségügyi könyvecskéjüket. A dolgozók még nem tértek vissza munkahelyükre mindannyian, mert minden követelésük teljesítését várják. Az Agrozsír dolgozói fél évig nem kaptak pénzt, emiatt mindannyian el vannak adósodva. Egyeseknél már kikapcsolták az áramot is, mert nem fizették a számlákat. Tele vagyunk minden adósággal, kreditök, úgyhogy az a januári fizetést az egész elment a kreditre. Nem, soknak a villan kikapcsolták. Az adóságokat egyszerűen senki nem bírja. Férjem is a Boldognap útban dolgozik, ott sem nincsenek fizetések, akkor mind privátú elmén. Úgyhogy anyósom még segítenek annyi az élelmet. De hát a többi adóságot, az minden vagyunk minden nem maradva. Úgyhogy nem bírjuk fizetni. A gyerekek iskolába mennek, őszre indul a fiam középiskolába, úgyhogy nem tudom. Mert egyszerűen nem tudom, hogy lesz. Nem tudom. Nagyon nehéz volt. A könyveket nem bírtam megvenni a kisebb fiamnak, ami most fejezte az ötödiket, úgyhogy a hatodikba vagy kölcsön kérök, vagy nehéz. Mert egyszerűen nem tudunk, nem tudom, hogy fogunk. Most, hogy ittem mi lesz, reméljük csak, hogy mindjárt, hogy majd elkapjuk a többi fizetést. Más nem átrakjanak bennünket a bírőre, azt onnan kapunk egy darabig, vagy nem tudom. Ígérgettek, hogy eddig dolgozunk ennyi napot, 15-éig, 25-éig, mi mindig csak vártuk, hogy hát jobb lesz, de nem lett jobb semmi. És az ember már a fél, mikor elszakad, akkor nincs tovább. Hogy a hírodul jódi rádi? Itt 1000 ember dolgozik, 1000 családnak nincs mit ennie. Minden nap érkezik az áram, a gáz és a többi számla. Pénz meg sehol. Szörnyű. A Raiffeisen banknál vettem fel hitelt. Megkaptam ezt az 1,5 fizetést, de nem láttam belőle egy fityinget sem, mert a bank levonta a törlesztésre. A dolgozók 80%-a hiteleket vett fel. Tehát ezek törlesztése miatt ők sem kaptak készhez semmit. Amikor bejelentettük ezt a sztrájkot, követeltük, hogy május végéig fizessék ki a 3 havi bért, ezzel szemben másfelet kaptunk július kezdetén. Elvárjuk, hogy kifizessék az elmaradt 2,5 fizetést is, és hogy kidolgozzák a szociális programot. Olyan álláspontra helyezkedtünk, hogy ez a maximum, amit jelenleg adhatunk a dolgozóknak. A sztrájkkal semmi többet nem érhetnek el. A BG Mibras, az Agrozsív vállalat egyes részlegeinek új tulajdonosa vagy bérlője figyelmesen követi, hogyan folynak a tárgyalások, de nem törlesztheti a gyár meglévő adósságait, és nem fizetheti ki a munkások korábbi béreit és a kötelező járulékokat. Mi
Érdekelt félként figyeljük, hogy mi történik a Srbijagas, az Agrozsi vezetősége és a dolgozók között. Nekünk az az érdekünk, hogy a termelést minél előbb beindítsuk. Szeretnénk együttműködni az Agrozsi munkásaival, mivel ezek az emberek itt dolgoztak és ismerik a munkát. A munkások szeretnének dolgozni, de nem hisznek a BG Mibras vezetőségének. Amit mondtak, hogy egy hónapra írik el a szerződést. Na most itt beszélnek mindent, hogy el is csak, hogy itt, hogy amikor először ide jött az ember, akkor azt mondta, hogy az ő pénzét kihúzza innen. Tehát akkor levágjuk, ami vannak, csirkék, és utána mi lesz? Senki semmit biztosan nem mondott, hogy nem menjünk biztosra. Úgyhogy a nép nem tudja, hogy vele menjen ebbe, vagy nem. Hát akar mindenki, először is akarjuk a pénzünket. Mikor aki a bíróra jut, hogy az is elkapjon valami összeget, hogy utána valami bíron kezdeni. Nem hiszünk mindennek. Már a megjelenésük nem volt tiszta. Én szerintem. Ugye rendőrökkel, hát nem tudom. Aki tisztességes, az nem jön olyan, nem jön úgy. Nem igaz? Nem ismerem a BG Mibras embereit, de hallottam azoktól, akik tájékozódtak az interneten róluk, hogy csak két személyből áll a cég, és hogy a számlájukon 200-300 dinár található. Ki merjen akkor náluk dolgozni? Ki küldte őket ide? 300 rohamrendőrt uszítottak ránk. Képzeljék, hogy az itt dolgozók között van egy asszony, akinek a fia a rendőrök oldalán volt. Mindannyian sírtunk. A fiút az anyjára uszították. Mikor rákérdeztünk, hogy ki küldte a rendőröket, senki sem tudta. Ahogy hallottam, a kormányban is feltették a kérdést, ki küldte a különleges osztagot az Agrozsi munkásaira. Ők pedig állítólag azt a választ kapták, majd 15 nap múlva értesítik őket. Az emberek egyszerűen meg kell, hogy értsék, hogy a BG Mibras jelen van. Ők már a cég nagyobb részének a tulajdonosai, a többit pedig bérlik. A BG Mibras minden egyes munkásnak választási lehetőséget ad, vagy egy éves szerződésre átveszik az Agrozsivtől, vagy egyenesen állandó munkaviszonyba veszik fel. Ezzel lehetővé válik, hogy azok, akik amellett döntenek, hogy átmennek a BG Mibrasba, meggondolhatják magukat, és részt vehetnek a szociális programban. A szociális programban az összes dolgozónkat beszeretnénk vonni. Az 1000 munkaviszonyban lévő közül a BG Mibras 500-at akar átvenni. Tehát 500 ember munkafeleslegnek számít. A dolgozók egy része már részt vesz a termelés megkezdésének az előkészítésében, és ezúton hívjuk a többieket is, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Azok helyett, akik nem akarnak visszatérni a munkahelyükre, kénytelenek leszünk új munkásokat keresni. Az Agrozsiv rossz anyagi helyzetét sokan Predrag Amizsicset, a vállalat igazgatóját okolják. Ő vette át a közvállalatot 2010 decemberében adósságok nélkül, ugyanis azokat az állam törlesztette. Az igazgatót azzal is vádolják, hogy pár szempontok szerint alkalmazta a munkatársakat. Már néhányszor elmondtam, hogy nem vagyok megelégedve az Agrozsi vezetőségének teljesítményével. Nem bánom, ha most megharagszanak rám. Köztük vannak barátaim is. Lehet, hogy ez a nyilatkozatom durván hangzik, de ők egy szedett-vedett társaság. Amilyen a vezetőség, olyan lett a vállalat gazdálkodása is. Predrag Amizsic és a körülötte lévők okozták ezt a helyzetet. Nem értjük, hogyha az új tulajdonos újra akarja indítani a céget, miért azokkal teszi, akik már egyszer tönkretették a céget. Megkértem Amizsicet, hogy mondja meg az összdolgozónak, akiket ő állított munkába, és azoknak is, akiket kényszerből kellett foglalkoztatnia, hogy legyenek emberek és töröljék magukat a listáinkról, mert munkakerülők nem jártak munkára. Ha önszántukból elmennének, nem csak rajtunk segítenének, hanem az igazgatón is, mert nem terhelnék többé a bérszámfejtésünket. Volt-e további foglalkoztatás? Igen, volt. Megmondom őszintén, ez azért történt, mert egy pillanatban az egész régió az Agrozsivre zúdult. Ismert önök előtt is, hogy milyen állapotban van a nagybecskereki, a magyar csernyei és a szécsányi gazdaság. Nyomást gyakoroltak rám, hogy foglalkoztassak még embert? Igen, nyomást gyakoroltak rám. Cégvezetőként el kellett volna ezt utasítanom? Igen, el kellett volna, viszont ez nem egy könnyű dolog.
Ez az igazság. Egyesek azt állítják, hogy voltak olyanok is, akik nem jártak dolgozni, de kaptak fizetést. Ez nem felel meg a valóságnak. A napokban is mondták ezt nekem egy gyűlésen, állítólag 150 emberről van szó. Az sohasem történt meg, hogy a munkaviszonyban lévő embereknek ne kellett volna munkára jönni. Ez az egyedüli hazugság az egész történetben. A község elnöke azt állítja, hogy sohasem tudott hozzájutni az Agrozsiv pénzügyi jelentéséhez, hogy betekintést nyerhessen a közvállalat ügyvitelébe, annak ellenére, hogy a törvény szerint ez kötelező. Az Agrozsiv ügyvitele átlátható kellene, hogy legyen. Amióta 2 évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni ezen a munkahelyen, többször is kértem, hogy betekintést nyerjek a cég ügyvitelébe. Szerintem ezt a dokumentumot nem mutatták meg még eddig senkinek sem. Nem tudom, hogy volt-e pártalapú foglalkoztatás, az én részemről tudom, hogy nem volt, és ezért nyugodtan figyelhetem most az ügyet. Viszont végső ideje, hogy megtudjuk, milyen volt az ügyvitelük, és az elmúlt 4 évben mekkora az Agrozsiv teljesítménye. Ezek az ügyviteli felülvizsgálatok mindenkinek rendelkezésére állnak, és 100%-ban átláthatóak. Mondhatom, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy cégünk a jogi rendeletekkel összhangban működött. Nem vétettünk semmit ez ellen. A vezetőség jól tudja, hogy mennyire ragaszkodtam ahhoz, hogy minden pontos legyen. Ezt szerintem tudják a dolgozók is. Tehát minden adat 24 órán át az érdeklődők rendelkezésére áll. A pénzügyi dokumentáció rendben van. Kiváló könyvelünk van, aki ezt a munkát tökéletesen végezte. Ez a cég működésének az egyik fénypontja. Az Agrozsiv igazgatója szerint a vállalat azért került ilyen súlyos pénzügyi helyzetbe, mert túl sok dolgozót foglalkoztatott, viszont nem volt saját tőkéje, hogy az ügyviteli bankoknál kezeskedhetett volna a hitelért. Így csak a Srbijagaztól tudta megkapni a működéshez szükséges pénzt. Amikor ezt az állam betiltotta, a vállalat egyre jobban elszegényedett. 2013 második felétől nem tudunk együttműködni az ügyviteli bankokkal. Nem tudunk felvenni hitelt. Így összeomlott az egész rendszer. 2013-ban éppen ezért kaptunk hitelt a fejlesztési alapból, de az is csak egy rövid időre húzott ki bennünket a válságos helyzetből. Akkor megállapodtunk, hogy ezzel a pénzzel 2013 végéig fenn kell, hogy tartsuk a céget. Az emberek munkaviszonyban maradtak, és az Agrozsiv rendesen üzemelt. Ez az idő alatt stratégiai partner kellett volna szerezni a vállalatnak. A végső cél egyébként is az volt, hogy az Agrozsiv stabilizálódjon és üzleti társat kapjon. Ezt az alkalmat elmulasztották. Nem akarok belemenni abba most, hogy ez miért és ki miatt történt. A BG Mibrasa a július 16-ai árverésen meg akarja venni az Agrozsiv vágóhídját, augusztusban pedig a tenyésztelepeket is. A napokban valószínűleg eldől az is, hogy mi lesz a tüntető dolgozókkal. Predrag Amizsics-től megtudtuk, hogy a munkások szociális programjához szükséges pénzt már engedélyezte a kormány, de a költségvetés módosításáig nem lehet tudni, hogy mekkora összeget szánnak majd erre. Meglehetősen összetett a helyzet ebben a gyárban, a tulajdon viszonyok sem teljesen tisztázottak. A törvényeket, a vonatkozó törvényeket így első látásra, vagy nyilván már foglalkozott ezzel az üggyel, mennyire tartották be? Hát részletes betekintésem nincs, én sem láttam az idevágó papírokat, de nem láttam itt a munkaügyi felügyelőségnek a jelentését, nem láttam itt a tartományi munkaügyi miniszter, illetve titkárnak a jelenlétét, ami véleményem szerint elengedhetetlen. Aztán ugye nem láttuk a Srbijagaznak sem az illetékeseit, akik, mint eddigi tulajdonosok, nyilatkoztak volna mindezekről a kérdésekről, amit a foglalkoztatottak, a községi elnök, illetve a csődbe ment cég igazgatója mondott. Na most egyezek majd Latourral olyan szempontból, hogy
Maga a törvényszöveg nem javít az égvilágon semmit a gazdasági helyzeten. A szemfényvesztés egy ilyen állítás. Itt friss tőke kell, jó befektetés, nagyon átgondolt, racionális munkaszervezés, a költségek, a termelési költségek csökkentése és a piac bővítése. Nem látok más elemet, ami kihúzná. Na most itt egy nagyon érdekes dolgot mondtak a foglalkoztatottak, hogy szedett-vedett társaság, ezt a községi elnök mondta, és ami vonatkozik, úgy látszik az új tulajdonosra is, illetve bérlőre. Nem bíznak meg benne, nem tudják, hogy mit kínál. Itt egy kontradiktóris állítás került felszínre, mégpedig az, hogy azt mondták, hogy ennek a cégnek a számláján nincs pénz, viszont úgy halljuk, hogy újabb vásárlásra készülnek, tehát igen. Hol az igazság, nem tud egy cég ilyen nagy befektetést, ha valahonnan nincs neki jövedelme, pénze, ha nincs neki megfelelő forgó és állótőkéje. Szóval ilyen befektetést nem tud elvégezni. Úgyhogy itt a tényállás nem tisztázódott, legalábbis ez a műsorból nem világott ki. És ami bizonyára, hogy törvénybe ütközik, és nem egy gyárban megtörténik, hogy nem kapnak fizetést a munkások. Erről persze, is már sokat beszéltünk. Persze, eddig 3-4 törvény született meg erre a témára, nem alkalmazták őket. Nagy felhajtással meghoztuk, megint szemfényvesztés volt az egész. Lényegében maga az adóhivatal ezeket a törvényeket nem alkalmazta, mert azokban meg a bankok sem alkalmazták, mert van egy olyan kikötés, hogy nem fizethetik ki a fizetéseket, hogyha nem fizették be egyidejűleg a járulékokat is, illetve nem lehet zárolt számláról más vállalatok számlájára közvetve befizetni. Hát szemtanúi vagyunk, hogy állandóan ilyen kompenzációs ügyletekkel fizetnek, vagy nem fizetnek, holott ez a még mindig hatályban lévő előírások szerint tilos. Igen, tehát ez én is nem láttam még egyetlen egy bírósági pert sem, vagy hogy komoly büntetést bármelyik munkaadóra nézve, hogy hát megszegte ezeket az előírásokat. Igen, hát ez itt évekről, itt hónapokról van szó, de tudok olyan nagy vállalatokat, ahol már években igen. Mérjük a nem kifizetett fizetések számát. Aztán ugye arról gondolkoznak, szerencsére eddig nem hatályos jogszabály, hogy a járulék befizetés is elévül, és 10 éves általános elévülési időbe próbálják bekeretezni, holott eddig a járulék befizetési kötelezettség nem évült el. Aztán van itt még valami. Megemelték, és újra megemelik a járulékokat, a társadalombiztosi járulékokat, egy kicsit csökkentettük, most aztán újra kiegyenlítjük, és mind a kettőt felemeljük. Hát ez egy újabb tehertét a gazdaságon és a munkaadóknak, ezt meg mind azért, mert annyira kicsi a foglalkoztatottság, hogy egyszerűen a befolyó pénzből nem tudjuk kipénzelni a folyó nyugdíjakat. Igen. Itt erről van szó. Igen, Enikő, pont erről szól a következő rövidebb bejátszásom. Amint már ráéreztem volna. Igen, a parlament a közelmúltban módosította az adótörvényeket. A törvényhozók várakozása szerint a foglalkoztatottak utáni járulékok csökkentése arra ösztönzi majd a vállalkozókat, hogy bejelentsék a feketén foglalkoztatott munkásokat, illetve hogy új munkahelyet nyissanak. Szabadkai riportunk következik. A szabadkai Antal öntöde 84 éve működik kisvállalkozásként. Jelenleg 3 munkás dolgozik itt. A műhely tulajdonosa ifjabb Antal Mihály szerint ez a törvénymódosítás inkább a nagyobb vállalatokat és a külföldi befektetőket célozza meg. Azonban ő is elgondolkodott a munkások számának növeléséről. Mi valóban ezek után elgondolkodunk egy vagy két új ember alkalmazásán, hiszen munka az mindig is van, és növekedésben gondolkodunk. Jelen pillanatban kisipar is mindig is olyan volt, mint egy aranyhal, hogy amekkora az akvárium akkorára nő. Mi itt az Újvárosban, Szabadkán korlátozva vagyunk a műhely méretével, és nem is tudunk jelen pillanatban több
új embert alkalmazni, és a támogatás másik része az, az igazából, amiben mi gondolkodunk, az, az, az igazi segítség az, hogy a jelenlévő munkásoknak, a jelenlévő munkások járulékainak a csökkentése lenne. A kisvállalkozásokban a munkások után fizetett járulékok mellett nagy kiadást jelent a rezsiköltségek kifizetése, aminek csökkentésével az állam nagyban segíthetni a kisiparosok munkáját, mondta Antal Mihály. A cég megtermeli a működéséhez szükséges költségeket, de a járulékok így is nagyon magasak. Ez az öntöd az utóbbi 10 évben nagyjából ki tudta termelni a rezsit, a munkások fizetését és a működtető családnak a megélhetését. Ezt én és édesapám vezetjük ezt az öntödét. Így igen nagy költséget. Tehát 60%-a ugye a fizetések után ezek a járulékok, amiket kifizetünk. Az összköltségnek pedig hát egy jó 15-20%-át is kiteszi a munkások után fizetett járulék. Andrasics László a szabadkai városi öntödében dolgozott annak magánosításáig, majd az Antal öntödébe került. Szerinte sokkal előnyösebb magánvállalatban dolgozni, annak ellenére is, hogy ott sokkal több a munka, mint az állami cégekben. Milyen munkafeltételek voltak, mennyivel különbözött ettől a magánöntödétől? Hát nagyon nem különbözött, csak színes fémeket öntöttünk. Itt meg van minden. Habár munka az ugyanaz. És ami így a kedvezményeket illette, vagy a fizetést, vagy a szabadságot, mennyire jobb egy államiban, vagy biztosabb, mint egy magánöntödében? Hát könnyebb az államiban, de viszont a fizetés az kevesebb volt már akkor. De könnyebb dolgozni, mint privátban. Az új munkatörvény sokak szerint csak a munkaadóknak kedvez, tovább növeli a dolgozók kiszolgáltatottságát. A törvény a szakszervezetek szerint gyakorlatilag eltörli az állandó munkaviszonyt. Erről én ismét azt gondolom, hogy ez a törvény a külföldi nagyberuházókat célozza meg, mert hiszen az ő érdekük, hogy könnyen és gyorsan kaphassanak munkaerőt, és ha azok nem válnak be, akkor minél gyorsabban meg is tudjanak szabadulni tőlük. Ilyet Szabadkán már láttunk ilyen példát, és nálunk, mind a kisipar képviselőit, ez igazából ez a törvény nem nagyon érint, illetve nem is, hogy nem érint, hanem a munkásokat nem érinti, mert ez inkább az ő negatív jövőjüket sugározná elő. Szerbiában a munkanélküliek száma meghaladja a 20%-ot, azonban a 787 ezer dolgozó egyharmada nincs bejelentve. A feketén foglalkoztatott munkások miatt az állam évente mintegy 1 milliárd eurót veszít. A törvénymódosítás célja az, hogy ez a szám jelentősen csökkenjen. Majlát urat kérdezem, hogy a topolyai községben milyen a helyzet a kis és közepes vállalkozások terén? Hogyha megengednénk, akkor még csak egy pillanatra visszakanyarodnék ehhez a két látott riporthoz, illetve szeretném őket szembeállítani egymással. Az valam, hogy az első történet az mindenképp egy szomorú történet. Azt is mondhatnánk, hogy ez a szomorú valóság, illetve még tökéletesebb a megfogalmazás, hogyha azt mondjuk, hogy a szomorú hiteles valóság. És ez a negatív példa. A második riport a pozitív példa. Tehát mindaddig, amíg az állam nem ismeri föl a kettő kezdeti különbséget, és nem indul el abba az irányba, hogy az utóbbi vállalkozót kell minden erővel támogatni, neki kell minden olyan jogi hátteret és egyéb anyagi hátteret, állami támogatásokat megteremteni, amellyel tovább tudja gyarapítani ezt a vállalkozást, addig nem tudunk egyről a kettőre jutni. Tehát én az első riportban igazából több dolgot nem is értettem, tehát ugye itt most szakszervezetről esett szó, meg önkormányzatról, holott az elmondottakból szinte vélelmezhető volt, hogy itt gyakorlatilag itt valamelyik nyomozó hatóság vagy ügyészségre tartozik már régóta ez a történet. Hát annyira szövevényes, gondolom. Így van. Másrészt azt nem értettem, hogy tehát, hogy egy ilyen profilú vállalat egyáltalán miért közvállalat. Tehát, ugye alapvetően tehát a közvállalatoknak át kell nagyon hamar átalakulni, mert addig, amíg az állam pumpálja beléjük a pénzt, teljesen haszontalanul és eredménytelenül, az addig szintén egy feneketlen kutat képez mindenütt, és az bizony inkább hátra mozdítja a gazdaságot, mint előre lendíti. Ezt már lényegében fölismerték, tehát az új kormányfő is azt mondta, hogy a kisvállalkozókat kell támogatni. De hát más alapra tartozik, majd beszélgetünk, hogy ilyen törvényekkel ugye azt teszik-e. Tessék, tehát a község területén mi a helyzet? Ott mennyire merészek, mondjuk rá, ilyen feltételek közepette az emberek, vállalkoznak-e?
Nos, Topia sem kivétel azok az általános gazdasági tendenciák alól, amit az egész országban uralkodik. Azt gondolom, hogy nincs kellő mozgás alapvetően, de én ebben nem okvetlenül az önkormányzatot hibáztatom, hanem alapvetően valóban olyanok a makrogazdasági mutatók, olyanok az állami szintű szabályozások még jelen pillanatban, hogy tehát nem generálnak olyan bátorságot és vakmerőséget, hogy alapvetően tehát új vállalkozások jöjjenek létre. A község egyébként tehát igyekszik a maga erejéből támogatni azokat a meglévő vállalkozásokat, alapunkon keresztül is, amelyek megpróbálják túlélni ezeket a válságos éveket. Alapunk több ízben nyújtott már visszanemtérítendő támogatást kisvállalkozóknak is, de alapvetően folytonosan a rendelkezésünkre állunk a mezőgazdászoknak, mert ugye alapvetően tehát mi egy agrárvidék vagyunk, és ugye tehát mindennek az alapja az agrárium. Így nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan jó kondícióba próbáljuk a termelőinket megtartani, amelyek egyébként garantálják azt, hogy át tudják vészelni ezeket a nehéz időket, és némi gyarapodás után, anyagi gyarapodás után, tőkefelhalmozás után, tehát majd akár elindulnak egy feldolgozó ipar irányába is, hogy önerőből meg tudjanak teremteni egy malmot, egy hűtőházat, vagy gyakorlatilag takarmánykeverőt, ami mindenféleképpen egy tovább lépést jelenthet a saját gazdálkodási fejlődésükbe. Igen, itt elnézést nem mondtam a nézőknek, hogy Majláth úr a Topolyai Mezőgazdaság és Vállalkozás Fejlesztési Alap Igazgatóbizottság az elnöke, tehát igen. Erről beszél most. Én azt gondolom, hogy tehát most így a község területén, tehát hogy ez egyfajta felelős hozzáállás egy önkormányzat részéről, hogy tehát hogy megpróbálunk a magunk erejéhez mérten, tehát mindent megtenni annak érdekében, hogy segítsük ezt a vállalkozói réteget. De mindenféleképp, tehát ami a levegőből is látszik, hogy, tehát, hogy önerőből képtelen ez az ország, ez a régió is kimászni ebből a kátyúból, tehát mindenféleképpen külföldi tőke bevonására van szükség, tehát olyan klímát kell teremteni, amely arra fogja késztetni őket, hogy ne suhanjanak át északról délirányba felettünk, és landoljanak Belgrádba, hanem tehát ezt a észak-vajdasági, illetve a vajdasági régióban is tudjunk felkínálni olyan kapacitásokat, olyan logisztikát, amely gyakorlatilag elgondolkodtatja őket, hogy itt érdemes megtelepedni. Igen. Akkor most rátérünk kicsit részleteiben erre a készülő munkaügyi törvényre. A kormány éppen olyan megfontolással készíti, legalábbis ezt mondják, hogy ide vonzák a külföldi tőkét, a nagy tőkét, és hogy több munkahely teremtődjön. Az első ilyen dolog, amit nap mint nap hallunk a médiában is, hogy a szakszervezetek ellenzik a kollektív szerződések kiszélesített alkalmazását, mert hogy erről van szó egyrészt. Röviden, Enikő, ez mit is jelent? Na most, őszintén szóval nekem nem volt világos, hogy miért ellenzik ezt a módosítást, illetve ez nem is módosítás, a jelenlegi törvényben is ez a lehetőség fennállt. Itt arról van szó, hogy a miniszternek adnánk olyan felhatalmazást, ha úgy értékeli, hogy egy megkötött kollektív szerződés hasznos volna, ha annak hatályát kiterjeszteni az egész ágazatra, vagy pedig általában Szerbia szinten minden munkaadóra és foglalkoztatottra, amely lényegében egységesíteni mind a foglalkoztatottak, mind pedig a munkaadók jogi helyzetét, mert ez igen kihat a gazdaságra, mondjuk a munkaerő egységárára, az önköltségekre, stb. Mert tulajdonképpen, ha ez nem történik meg, akkor nincs egyforma startalap a piacon, ami pedig nem a munkaadótól, annak felszereltségéről, piaci helyzettől függ, hanem egyszerűen már startban jogilag egyenlőtlenség állhat fel. Na most a miniszter ilyesmit tapasztal, hogy kiegyenlítse ezeket a
különböző jogi és gazdasági kicsengésű helyzetet, akkor hozhat olyan rendeletet, hogy az adott kollektív szerződés vonatkozik azokra is, akik azt nem kötötték meg. Tehát ez az a kiszélesített alkalmazás. Ez az a kiszélesítés, jogi nyelven ezt oktroált, ismert volt eddig, hogy létezik oktroált alkotmány, na hát ugyanez vonatkozik a kollektív szerződésekre is, hogy kiszélesítésig kibővítik annak joghatását, holott a kollektív szerződések egyik alapelve, hogy akarati egyeztetéssel jönnek létre. Nagy port kavart továbbá az a bejelentés, hogy a törvény révén csökkennek majd a bérek. Hát ez nyilván, hogy igen, de ez nem úgy, hogy most azt mondják, hogy most kevesebb pénzt kaptok, hanem milyen rendelkezések révén. De kevesebb pénzt kaptok. Igen, de gondolom, milyen rendelkezések vezetnek hozzá. Először is, ugye a sokat vitatott holtmunkáról van szó. Miről van szó? Eddig ugye minimálisan a törvény értelmében minden szolgálati évért 0,4% járt az alapfizire. Na most, a jogkarcsúsítás, a jogbeszűkítés abban nyilvánul meg, hogy ezentúl nem jár minden szolgálati évre, hanem csak azokra a szolgálati évekre, amelyeket az adott munkaadónál töltött el, dolgozott le a foglalkoztatott, ami lényegében két módon érinti, főleg az idősebb foglalkoztatottakat, hogyha a szolgálati évek oroszlán részét más munkaadónál töltött el, akkor automatice ugye lecsökken a jövőben a fizetése. Ez az egyik dolog. Másik például meg az, hogy ha munkaadót változtatsz, újra startalapra kerülsz, tehát nullára. Nullára, ami lényegében destimulálja a munkaerőpiacon a munkaerőnek a mozgását, forgását, ami elengedhetetlen egyébként, és nagyon lényeges gazdasági követelmény, ez destimulatív lehet. Másrészt nagyon remélem, hogy a gyakorlatban nem úgy üt vissza, hogy a munkaadók visszaélnek ezzel, és tulajdonképpen, ha rossz munkafeltételekről is van szó, valamiféle kötőpontként fogják felmutatni a dolgozókkal szemben. Miért? Tehát itt automatice, Majláth úrral éppen a műsor elején beszélgettünk, ha szabad megmondanom, személyes példán élve azt mondta, hogy több mint 8%-kal csökken a fizetése. Hát az nem éppen egy elenyésző összeg. Igen, esetleg az csak ezzel kapcsolatban. Hogy a holtmunkát csak a holtmunkát. Csak a holtmunkát. Most nem beszéltem a jövedelem lecsökkentésének egyéb alapjairól. Igen, csak tehát ez az égjog alapon. Például milyen alapon mi? Hát például másképp néznek ki a különböző térítések elszámolása. Most belebocsátkoznák talán abba is, hogy hatalmas jogszűkítés történt, és történik majd a munkaerőfelesleg végkielégítésének kifizetésében. Eddig ugye az egész szolgálati évre, tehát ugyanaz a logika tulajdonképpen, mint az egész szolgálat, mint itt, egész szolgálati évre kapta meg a dolgozó különbözőt, ugye, hogyha 10 évig a 3 hónapi átlagnak az 1/3-át évenként, 10-en fölül a teljesség szolgálítják ennek az átlagnak évenkénti 1/4-ét. Na most mi történik? A végkielégítés csak azokra a munkaévekre vonatkozna, amelyet megint az adott munkaadónál töltöttél el. Hát ez lényeges lecsökkenés jelent, mert tulajdonképpen elsődlegesen a végkielégítés tulajdonképpen a munkaviszony elvesztésére történő kielégítés, és az nem csak arra a munkaadóra vonatkozik, ez általában vonatkozik, tehát elveszítettem a munkahelyemet nem saját hibámból, a munkaadó akaratából, mert vagy fejleszteni akar, vagy csődbe vitte a vállalatát, rosszul működött. Na most ez valamiféleképpen a dolgozó felé csapódik,
vissza, tehát rettenetesen leszűkül az a pénzmennyiség, ami a az elbocsátott foglalkoztatottnak a rendelkezésére áll, hogy átélje, még esetleg nem talál új munkát, ami a mi körülményei között rettenetesen nehéz, vagy túlélje, amikor is megszűnik a munkaközvetítőtől a juttatás, ugye, ami szintén igen kevés, és ott is már jelzik a törvény módosítását újabb jogszűkítéssel. Igen. Helyén való, csak egy pillanat, az a megjegyzés, hogy gyakorlatilag mindenki meghatározott időre fog munkaviszonyba lépni, mert azt mondják, hogy gyakorlatilag megszüntetik az állandó. Volt egy ilyen elképzelés, Radulovics ex-miniszter úrnak volt egy ilyen javaslata és elképzelése, belebukott, mert nem értek még meg nálunk azok a kulturális, gazdasági feltételek, hogy ilyen jogszabályt építsünk be a jogrendszerbe. De, hogy erre felé vezet az út, ez vitathatatlan, ugyanis nagyon, de nagyon kibővítették azokat a lehetőségeket, jogalapokat, amelyek szerint meghatározott időre lehet munkaviszont létesíteni, és hát nagyon is véleményem szerint kitolták az időtartamát ennek a munkaviszonynak, ugye 24 hónap, és megismételhető ugyanannál a munkaadónál, tehát gyakorlatilag megváltoztatom a jogalapot, és újra rányomok 2 évet, vagy még többet, mert éppen ott nyitottam ki a törvényt. Megmondja ugyan, hogy 24 hónap, de a következő rendelkezésbe már is megadja és szabályozza azokat a helyzeteket, amikor is ettől a határidőtől el lehet tekinteni, az pedig nem is olyan kis idő. Tehát nagyon világos, most nem sikerült így koncipiálnunk a törvényt, hogy csak határozott időre létesített munkaviszony létezik, de megadtuk a lehetőséget, hogy a gyakorlat lassan leeliminálja a határozatlan időre, ami nagyon lényeges, mert nagyon kihat a dolgozóknak a jogbiztonságára. Itt jogbiztonságról is van szó. Mondtuk tehát a műsorban, hogy ön egyben munkaadó is. Hány munkást foglalkoztatnak az otthonban? Tehát intézményünknek körülbelül 120 dolgozója van. És akkor itt szeretnék visszakapcsolódni, vagy visszacsatolni a témához. Hát ugye, hogy nem csak a holt, most a közszféráról beszélgetünk, tehát nem csak a holt munkával fog a fizetés csökkenni, hanem ugye a mindnap leköszönt pénzügyminiszter Krisztit Jur azt szerette volna keresztül vinni, hogy gyakorlatilag úgy a béreket, mint a nyugdíjakat 20%-kal kell csökkenteni, most is azonnal is teljes egészében, amit a miniszterelnök úr nem fogadott el. Igen, most valami 10%-ot emlegetnek. Így van, ugye a regnáló munkaügyi miniszter ma azt jelentette be, hogy alapvetően egyeztetve az IMF-fel és a pénzügyi piacokkal, tehát nekünk évi szinten, állami szinten 500 millió eurót kell megspórolni, amit úgy tudnánk megvalósítani, amennyiben a vám és adórendszert ráncba szednénk, amiből várhatunk olyan 100 millió eurót. Igen, illetve úgy, hogy megint nagyobb adókat rovunk ki, felemeljük a vámokat, stb. Szigorúbban, csak hogy szigorúbban betartva a törvény betűjét, tehát hogy ebből már, hogy megregulázva egyébként a jogszabályt, már ezzel nagy megtakarítást érnénk el, illetve a közvállalatoknak az átalakítása még hozhatna 200-300 millió megtakarítás is, illetve már 100 milliót kellene csak bekorcolni a közszféra alkalmazottain, ami az ő olvasatában, tehát annyit jelentene, hogy egy 10%-os nyugdíj, illetve bér csökkentéssel gyakorlatilag ez elérhető, amit ők mindenféleképpen, tehát őszre terveznek. Tehát ugye itt most arról beszélgetünk... Elnézést, de itt nagy ellenállás várható, mert ezt már egyszer megcsinálták. Persze. És lecsönkentették a közszférában dolgozók fizetését, illetve állandóan ilyen vagy olyan úton befagyasztják. Persze. Na most ennek egy komoly hátraütője van. Mi akkor az a stimulatív elem a közszféra dolgozóinak, hogy eleget tegyenek a szolgáltatásaikban a lakosságnak? Mert a lakosságért vannak a közszférák, ugye? Igen, igen. Na most nézzük, hogyha itt ilyen komoly redukció a kerülsőről, mi az a stimulatív elem, hogy én felemeljem a szolgáltatásaim minőségét?
Arról nem is beszélve, ugye, hogy, tehát, hogy ilyenkor szokott külföldi példa, de nem kell külföldre menni, beúszni a képbe a korrupció, mint olyan. Ugye, és a korrupció az egy rendkívül nagy rákfenéje egyébként egy minden társadalomnak. Minden társadalomnak, és ugye azért a korrupció azért rendkívüli bűncselekmény, mert gyakorlatilag nincs áldozat. Nincs áldozat, tehát mindkét fél érdeke az, hogy ami történik, az titokban történjen, viszont ezek olyan gazdasági deformációt idéznek elő, amely alapvetően tehát rossz irányba mozdítják el a gazdaságot. Ugye az állam részéről egy normális országban maga a szabályozó mechanizmus a gazdaság irányába két vonalon valósul meg, van a fiskális politika, meg van a monetáris politika, tehát az adópolitika és a kamatpolitika, tehát ezzel a gyeplőszerű mechanizmussal húz meg, erez meg, tehát ezzel tehát teljesen kontrollálni lehet a gazdaságnak a medrét és működését. Sajnos, tehát mi még itt nem tartunk, tehát ugye olyan most is ugye olyan dolgokról vitatkozunk, illetve olyan jogszabály módosításokról beszélünk, amelyek még mindig alapjaiban fogják meghatározni tehát magát az irányt és az alapot. Tehát, hogy ez nem jó. Tehát ez nem jó, és félek tőle, hogy ez szabad hozzászólnom, de itt nagyon nagy hátraütő van. Ezt mi most az év közepén csináljuk, hát kérem, ezt egy komoly államban nem csinálják. Ezt még csinálják mondjuk az év végén, a jövő évre vonatkozóan, vagy hosszabb távra, hogy lehessen gazdasági kalkulációkkal élni. Itt minden eddigi kalkuláció vízbe esik. Na most miért jönne a külföldi befektető, amikor mi ugyan neki akarunk valami módon, vagy neki is kedvezni. Akarunk valami módon kedvezni, de rettenetesen rossz momentumba csináljuk, amikor is ő már betervezte, hogy mennyit hajlandó, hogy hajlandó, hova hajlandó beruházni, aztán mi ilyen rendelkezésükkel átütjük, neki megváltozik a kalkulációja, még akkor is, ha mondjuk pozitív a számára, de ő azt már a vállalatába nem tudja az adott évre levezetni, mert a saját államában más előírások vannak, és ő nem tudja többé megkapni mondjuk azokat az adókedvezményeket a saját államában, az anyállamában, ahonnan jön, mint amit ő betervezett. Igen. Tehát ezt sohasem szokták az év derekán csinálni, mert eddig ez értem. Rossznak mutatkozott. Sajnos a műsoridőnk rohamosan rövidül, és hát ígértük a nézőknek, hogy szótájtunk a nyugdíjreformra. Is. Hát ez is egy hosszú mese, Enikő, csak néhány percben, ha azt mondjuk, hogy hát a külföld, igen, hogy a külföld nyomására kell ezt a törvényt is módosítani, illetve növelni az életkorhatárt. Látjuk, hogy Európában már ez a példa, sőt a régióban is már néhány éve fölemelték a nők esetében is a nyugdíjkorhatárt. Itt most Szerbia is ezt tervezi. Ennek mi lenne a célja? A cél az volna megint egy kis szemfényvesztés, a női populáción csattan az ostor, és nem lehet összehasonlítani a feltételeket, a munkafeltételeket, a társadalmi viszonyokat, a nők helyzetét általában nálunk ezzel a helyzettel azokban az államokban, amelyeket példaként, vagy összehasonlító példaként hozunk hát elő. Hát mondják, hogy Montenegróban is például 67-re fölemelték. Igen, de kérdéses, hogy ott is indokolt volt-e ez, és hogy elbírja-e a női populáció. Igen. Kérem, a mi asszonyaink agyon vannak dolgozva. Legyünk őszinték. Még mindig másodrendű szerepet játszanak a családban. Ez is igazság. Harmadik, diszkriminációnak, hátrányos megkülönböztetésnek vannak kitéve, különösen a fiatal nők, ha családalapításról és szülésről van szó. Hát én, mint ügyvéd, rengeteg olyan esetet találtam, és próbáltuk helyrehozni, ahol megkövetelte a munkaadó, hogy blankó, tehát üres papírt írjon alá, hogy felmond. És amikor a nő jelenti, hogy férhez megy, vagy terhes, akkor egyszerűen ezt a blankó papírt kitölti, mintha maga a nő kérte volna a munkaviszony megszüntetését. Rengeteg ilyen példát tudunk. Hát ennél hátrányosabb megkülönböztetést nem is tudok elképzelni. A nők zöme az, aki meghatározott időre van munkaviszonyba.
és nézzük meg a foglalkoztatási struktúrában, a nők azok, akiknek a képzése alacsonyabb szintű a férfiaknál, ergo sokkal kevesebbet keresnek, és lényegében nehezebb munkákat végeznek. Ez tényállás. Na most mi erre a populációra hozzuk föl mind az éveket, mind a szolgálati. Igaz, 20 éves, majd 20 éves határidőben fogjuk elvégezni, de ez a jelen pillanatban van. Hát látjuk, hogy egy toll mozgással, egy makulatúrával megváltoztatjuk a törvényeket. Én személyesen nehezményezem, hogy ez a törvény, ez véka alatt született. Hát beszélünk, azt mondjuk, és egyszerre csak megjelenik egy ilyen törvény, amit két hét alatt el akarnak a képviselőházzal fogadtatni. Nem olyan egyszerű ez a dolog. Ezt évekkel, hogy mondjam, külföldön éveket megelőző kutatások, felmérések történnek, szociológiai, gazdasági, családjogi és egyéb, hogy ezt megtehetjük. Igen, de, mi ezt nem tettük igen, meg. Enikő, mikor azt kérdezem, hogy mi a célja, gondolok pont arra, hogy azzal magyarázzák egyesek, hogy a külföld ezt megköveteli tőlünk, nem tudom én, a Világbank, nézze, vagy a milyen pénzintézmények. Mit jelent a külföld? Például a Világbank. A Világbank azt nézi, hogy mi eladósodtunk, és azt nézi, hogy fogjuk mi visszaadni az adósságunkat, nem érdekli őket, Mariska. Igen. Hogy tisztában legyünk. Ők nem látnak egyéneket, ők pénzt látnak. Én meg embert látok, nőket látok, egyéneket látok, minden nap 10 ember sorsát próbálom lerendezni, mert rossz felé ment, úgyhogy én nem látom, hogy a háborúktól elgyötört, most már a szolgálati évek végeit váró nő hogyan fogja az adott munkakörülmények között ezt kibírni. Mert nézzük csak, mit láttunk itt ezekből a filmekből. Rettenetesen nehéz és rossz munkakörülményeket. Befizetetlen járulékokat. Nem tudják megvalósítani a jogaikat. Na most nézzük csak, ha még kitoljuk, és nem működnek a többi védőmechanizmusok, nincs büntető eljárás a munkaadó ellen, nem büntetik, nem hajtják az adóhivatalba, hogy befizesse a járalékot, és még valami. Milyen nyugdíjra számíthat egy ilyen nő, ha már több mint 10 éve minimális személyi jövedelemre van bejelentve? Tehát minimális nyugdíjra. Mi ezzel egy életre meghatároztuk az idősebb, mondjuk a 40-45 év felüli nőknek a igen. sorsát. Nyilván, hogy a törvény elfogadása után fogunk erről bővebben beszélgetni. És csak akkor is, már késő, akkor már csak magyarázhatjuk, hát hogy mi fog történni. Hát a közvita történni. Is sajnos elmaradt. Elmaradt. Ez maradok igen. az állításom mellett, hogy véka alatt fogják elfogadni. Hát igen. 2-3 napot adtak, és tulajdonképpen itt a képviselőknek a padjára, az asztaljára fog kerülni igen. a törvény. Sajnos továbbra is aktuális a menni vagy maradni dilemma. Erről szól az utolsó bejátszásunk, amelyet Mirnis Gyula készített. Elhagyom a szüleimet, hogy idegenek nagyszüleit ápolhassam. Így kezdődik Geszti Péter legújabb videóklipje. A Hungarian in Europe, azaz Magyar Európában című dal videóját több mint 300 külföldön élő magyar fiatal Skype felvételéből vágták össze. Az otthontalanság, a honvágy és a gazdasági kényszerből történő kivándorlás miatti keserűség szólal meg a zeneszámban, ezért vetítették le a Vajdasági Szabad Egyetem kivándorlás témában szervezett kerekasztala előtt is. A menni vagy maradni időszerű, fájdalmas és megkerülhetetlen kérdés a mai fiatalok számára. Hódi Sándor szerint a globalizáció okolható a legújabb kivándorlási hullámért. Elérhetetlen vágyak lebegnek azok előtt, akik az anyagi boldogulás miatt feladják közösségüket. Tulajdonképpen a globalizáció első jelentős káros következménye, hogy nagyon sok ember elől elveszi a megélhetési lehetőséget, a távlatot, és arra kényszeríti, hogy gazdagabb nyugati országokba keresse magának megélhetést.
Ez tulajdonképpen rossz azoknak az országoknak is, hiszen nem csak innen történik kivándorlás, hanem óriási a szívóhatású az egész fejlődő világból, és annyi embernek nem képesek már munkát, kenyeret biztosítani, tehát a jövő útja egészen biztos megtartani az embereket ott, ahol születtek, ahol éltek, abban a közösségben, és azoknak a közösségének biztosítani elegendő kulturális, gazdasági erőt a megmaradáshoz és a boldogabb, kiteljesedettebb élethez. Ilyen értelemben a mi kivándoroltaink is, bár nem tudják, annak az áldozatai, hogy elvándorol innen az egyébként is szűkös tőke, és hát az egyenlőtlen elosztási viszonyok is nagyon sok ember kezébe adnak végül is vándorbotot. Ezekre a folyamatokra sokkal tudatosabban kell a politikumnak is odafigyelni, amortizálni és elejét venni, hogy ez egy hogy megállíthatatlanul végzetes folyamattá váljon, hiszen olyan demográfiai prés alatt élünk így is, hogy nagyon nehéz lehet ezt az újabb vérveszteséget kiheverni. Horváth Lehel többször is kipróbálta a gastarbeiter életet. Egyetemi tanulmányai után Németországban élt, majd Ausztráliában vállalkozott. A 90-es években tért haza. Azt mondja, az igazi gondok még csak most jönnek. Katasztrofális a helyzet, mert most nem a kétkezi munkások mennek ki, mint 68-ba, hanem az egyetemet fejezett fiatal, energikus és okos gyerekek mennek el, vagyis itt marad a sötét középkor. Tehát itt nem sok jót kecsegtet. Mi öregek már maradunk, az a fiataloknak nem sok jövője van. Csernik Árpád sem derülátó. Szerinte az elvándorlás fő oka az, hogy környezetünk nem tudás és vállalkozóbarát. Tudásbarátnak azért kéne, hogy legyen, és azért nem az, mert tehát azt tapasztalom a saját bőrömön is, és nagyon sok más ismerősöm, tehát ez mind szubjektív, amit mondok alapvetően. Tehát elvégez valaki egy egyetemet, vagy szerez magának egy szakmát, egy hivatást, és bizony, ugye tudjuk, hogy milyen helyzetben van ez az ország egyszerűen. Nem tud ezzel húzamosabb ideig létbiztonságot kialakítani magának. Sajnos ez egy probléma. Ugye nekünk, vagy legalábbis az én generációnak ez már idegen, hogy az ember, nem teszem azt 40 éves korában, akkor profilt vált, megtanul egy másik szakmát, hivatást, és ez azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem szélesebb társadalmi rétegeknek is zavaró. A másik, hogy a vállalkozó barát pedig az miatt nem, tehát ezt megint csak nem statisztikai alapokkal tudom alátámasztani, de sok ismerősöm, aki kisvállalkozással foglalkozott, különböző adójogi és egyéb szabályozások miatt kénytelenek voltak felszámolni a vállalkozásaikat, mert egyszerűen olyan büntetéseket, olyan regulatívákat kaptak a nyakukba, amelyek miatt nem tudtak tovább legálisan működni. Sábics Norbert már az új nemzedék képviselője. Ő nem lát kivetnivalót az önmegvalósítás különböző útjaiban. A Budapesti Közép-Európai Egyetem hallgatójaként baráti köre nemzetközi. Ugyanakkor az otthonhoz kötő szálakat sem szakította el. A számomra ez mindenféleképp előnyös volt. Részben azért, mert azzal, hogy elmentem, új lehetőségek nyíltak meg előttem, tovább tudtam tanulni, jobb egyetemeken tudtam tanulni, és valamilyen szinten a baráti köröm is biztos tágult, tehát minden, mondjuk ugye Európa mindenki zugában van most már valaki, aki be tud fogadni, hogy valamilyen csoda folytán épp oda kerülnék, ami egy jó érzés. Tehát én mindenféleképp úgy viszonyok hozzám, hogy egy pozitív dolog, hogy meg kell tapasztalni, főképp addig, amíg lehet, mert ugye itt az előadáson is elhangzott, amint az ember családot alapít, sokkal nehezebbé válik ez a fajta mobilitás. Tehát sokkal nehezebb elmenni, az már egy tartós elköltözés tulajdonképpen, ami teljesen más dolog. A politikusok is foglalkoznak a kivándorlás kérdésével. Egy lengyel politikus, Artur Zebski, maga is útilaput kötött a talpára. Londonba költözött és takarítóként dolgozott, így próbálta megérteni, hogy a fiatalok miért hagyják el tömegesen Lengyelországot. Az már mindenki előtt világos, hogy a hazaszeretet sokak számára nem elégséges itt tartó erő. Talán rakjuk félre az álszenteskedést. Ma azt gondolom, hogy teljesen normális, hogy aki tud, az
szélesebb kontextusban keresi magának a megvalósulás lehet, vagy az érvényesülés lehetőségét. Ilyen szempontból én megértem azokat, akik nem tudják bevárni azt, itt toporog, vagy itt majd változni fog a körülmény, és máshova mennek el. Én ezeket az embereket sem megbélyegezni nem akarom, sem megszólni nem akarom, és azt gondolom, hogy talán ezt nem kellene újra megismételni, mert erre voltak példák az előző évtizedekben. De azt hiszem, hogy a politikának, a magyar politikának is az a feladata, hogy megteremtse a föltételeket arra, hogy akik még itt vannak, itt tudjanak maradni, és akik elmentek, vissza tudjanak jönni. Végülis ezt a célt próbáljuk megvalósítani folyamatosan. A célországok elsősorban a német nyelvterület bevándorlási irodáinak adatai szerint jelenleg 600 ezer magyar, illetve 400 ezer szerbiai állampolgár vállalt munkát külföldön. Ők az interneten próbálnak közösségbe tömörülni. A külföldimagyarok.com, illetve a srbiunemacskoi.de oldalon az édes otthonról szóló hírek mellett többségében munkavállalással kapcsolatos tapasztalatokat cserélnek. És egy-egy rövid reagálással, önök szerint akkor önök hogy tekintenek, Béla, ön hogy tekint erre a dilemmára? Nos, nagyon röviden összefoglalva, szerintem a legjobb befektetés, most is a fiatal honfitársaimat szólítom meg, hogy a legjobb befektetés az önmagukba való befektetés, tehát tovább tanulni, még ha erre hitelt is kell fölvenni, sokkal inkább előbb, mint valami más tartós fogyasztói hitelt, mert akár itthon, akár külföldön, tehát az egyetemi végzettség az, amelyik egészen biztos, hogy komolyabb startpozíciót fog biztosítani számukra, akár itthon maradnak, akár nem. Igen, Enikő? Hát én személyesen is megértem ezt a dilemmát. Jó magam azok közé tartoznak, akik jött és ment, de tartósan úgy döntöttem, hogy itt maradok, itt élek, itt próbálom a külföldön szerzett tudásomat befektetni, segíteni a fejlődésen. Nem mondom, hogy nem ért sok csalódást, ért, és egyezek VMS elnök urával, hogy tulajdonképpen ez az alapvető hozzáállás, ha nem csak egyéni, hanem társadalmi szintről tekintünk. Én minden egyetemi hallgatómat, fiatal munkatársamat, aki menni akar, próbálom rábeszélni, hogy maradjon itthon, hogy itt próbáljuk megalapozni a fejlődésünket. Sok szempontot szem előtt tartva. Igen. Viszont igazság kedvéért el kell mondanom, hogy a saját gyerekemet nem sikerült erről meggyőznöm, és elment. Igen. Nagyon orvos szépen köszönöm. Egyébként. Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a műsorba. Rengeteg dologról lesz még itt a nyáron vagy ősszel beszélni. Nézőinknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Köszönjük.